Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, ahogyan azt már múlt heti adásunkban is megígértük, illetve a híradóban is szót ejtettünk róla. Bővebben foglalkozunk a hazatért Kossuththal, hiszen éppen egy hete a közgyűlés egy megemlékezéssel indult és egy előadással dr. Demeter Zsófia tolmácsolásában. A két van velünk a stúdióban, és most egy kicsit a megemlékezés az előadás részleteiről, illetve hát különleges tárgyakról is szót ejtünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy szólhatok. Ugye a 125-ös évforduló az egy fontos évforduló volt, hiszen március 20-án halt meg Kossuth Lajos, akit egyébként Székesfehérvár díszpolgárává is választottak, ezt is megtudhattuk az ön előadásából. 1879-ben született ugyanis egy törvény, ez volt a honossági törvény, így emlegették a kortársak, és hát pártállástól függetlenül is azt gondolom, hogy mindenki szinte fel volt háborodva miatta, és hát lelkialkatának megfelelően hol ide, hol oda tette ezt a törvényt, hiszen a törvény látszólag a külföldre szakadt hazánk fiairól szól, azokról, akik nyilván a 48-49-es szabadságharc után emigrációba kényszerültek, vagy önként mentek, és még nem tértek haza. Azt azért a korban mindenki tudta, hogy aki nagyon akart hazatérni, az 1860-as években hazatért és hazatérhetett, sőt újra néhányan hivatalt is vállaltak, viszont egy, aki fennen hangoztatta, hogy ő pedig nem lesz Ferenc Jóska alávetettje, vagy annak a birodalomnak a tagja, amelyet Ferenc József vezet, az Kossuth Lajos volt. Hiszen Kossuth végig emigrációban való tartózkodása alatt, ugye 45 éveről beszélünk, 1849. augusztus 17-én lépte át a Magyarország határát, és csak holtan, mint a szerkesztő asszony is mondta, holtan tért haza koporsóban. Tehát úgy azért mindenki tudta, hogy kevesekre vonatkozik már ez a törvény, de Kossuth Lajosra egész biztosan. Ez a törvény azt mondta ki, hogy aki 10 éven belül jelentkezik a birodalom valamely konzulátusán, az megőrizheti honosságát, aki pedig nem, az elveszíti. Most erre egy egész mozgalom indult. Természetesen akkori terminológia szerint ugye a függetlenségpártiak elsősorban, a Kossuth pártiakról beszélek nagyjából, megpróbálták valahogyan elérni azt, hogy ez ne vonatkozzon Kossuth Lajosra, ez a törvény, ugye hát ez nagyon nehéz elérni, vagy hogy Kossuth Lajos valamilyen lehetőséget mégiscsak kapjon arra, hogy magyar állampolgár maradhasson. Tehát keresték a korabeli kis kapukat, a kis kapukat, azt? Igen. És nagyon érdekes megoldásokkal álltak elő. Volt egy olyan falu, ahol bíróvá, tiszteletbeli bíróvá választották. Volt egy olyan eset, hogy képviselőként akarták jelölni, ehhez vagyoni cenzus kellett, ezért valaki 6 holdat ráíratott, hogy indulhasson, elvileg indulhasson, igen, a választáson. És hát többen pedig azzal éltek, hogy díszpolgárrá választották. Székesfehérváron erre akkor minden alap megvolt, tehát nem csak az általános tisztelete Kossuth Lajosnak és Kossuth Lajos eszméinek, hanem egy fordulat is történt. Akkor ellenzékiek kerültek, akkori elképzelés szerint, vagy beállítottság szerint ellenzékiek kerültek hatalomra, és Fehérvár országgyűlési képviselőjévé Károlyi Gábort választották, őt pedig Kossuth Lajos ajánlotta a város figyelmébe, hogy segítse a megválasztását. Most ez a megválasztás megtörtént, és nyilvánvaló, hogy ez a fordulat is többféle dolgot mutat. Egyrészt azt, hogy Fehérvár a 49-es bénultságból, mert valóban nagyon, nagyon komoly retorziók érték Fehérvárt, például a haleszi felkelés miatt,
például a függetlenség nyilatkozat kihirdetése miatt, és egyáltalán. Tehát nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy újra merjenek szólni Kossuth Lajos tiszteletéről. És íme elkövetkezett ez az idő. Tehát 1888-ban Tóth Artúr javaslatára Kossuth Lajost a város díszpolgárává választotta. Ennek a következménye egy tárgy is, egy nagyon érdekes tárgy, amit akik valaha megfordultak a Városháza kis tanástermében festmény, láthatták. Ugye? Karlovszky Bertalan festette Kossuth Lajos öregkori portréját, amelyet Károlyi Gábor rendelt meg és ajándékozott a városnak. És hát nagy viták között végül is 1892-ben avatták fel ezt a képet. Tehát volt még arról szó az előadás során, ilyen érdekességként ütötte meg én nekem ott a fülemet, hogy ugye nem csak ez az egy kép volt kint, volt erről szó iratban, vagy nem, hanem mellette volt egy másik kép, de azt nem lehet tudni, hogy ennek van-e valóság alapja, hiszen a Kossuth Lajosról készült portré megvan. Igen, abban az időben a Városháza leírás, akkor ugye ez nem az a díszterem, ami akkor rendelkezésre állt a mai, de minden esetre az akkori városházi leírásokban azt találtam, hogy méltó és igazságos legyen, hogy legyen végre egy portré, egy díszpolgár portré a Kossuth Lajosi, mert csak egy másik van, Mária Teréziáé. Hát most van nekünk egy Kossuth Lajosunk, de nincs Mária Teréziánk, de hát kereshetjük, hogyha mindenképpen akarunk erről szólni, érdekes lenne. Tehát ez a kép természetesen azóta is szerepet játszik, hiszen ha felismerjük az öregkori Kossuthot, akkor aki arra jár, mindenki tudhatja, hogy ez ilyen alkalommal készült, és ilyen okból, hogy hát valahogy próbáljuk már átmenteni Kossuth Lajos honosságát, ami hát természetesen nem sikerült, ezzel a kiskapuval nem tudtunk élni. Mert a nézők láttak néhány képsort a Városházán látható kis időszaki kiállításról, amit ugye önök állítottak össze. Ennek az apropóját egy nagyon szép felajánlás adta. Igen, és talán annak is az apropóját az adta, hogy beszéljünk az évforduló kapcsán is, és itt is erről a kérdésről, hiszen nagyon sokszor nagyon, nagyon lehangoló képet mutatnak a lomtalanítások alkalmával az, amikor a nagymama fényképalbumát, ha az unokák már semmiképpen nem kötődnek hozzá, viszi a szél. Tehát olyan nagyon furcsa dolog ez, hogy nem őrizzük meg a tárgyainkat, jó, ha nem őrizzük meg, viszont van egy lehetőség, amit ez az eset is mutat, hogy ha nem őrizzük meg a régi tárgyainkat bármilyen okból, akkor rendelkezésünkre állnak a közgyűjtemények, ahová bekerülhetnek, és ott biztos, hogy hasznát veszik. Így került a múzeumban egy nagyon érdekes tárgyegyüttes, pontosan Kossuth Lajos halálával és ravatalával kapcsolatban. Ezt dr. Kovács Erzsébet hozta be a múzeumba, és hát kuriózumokkal szolgált, mert hisz egy olasz mesternek, egy olasz fényképész mesternek a fotójáról van szó, amely fotó Kossuthot a ravatalon ábrázolja. Ez egy nagyon tanulságos felvétel, többen is készítettek erről a szituációról felvételt, hiszen a nagy öreg, a turini remete, Magyarország Mózese, Kossuth apánk 92 éves korára, ha máskor nem, de addigra tényleg idollá vált. Tényleg ezt a öreg embert mindenki nagyon nagy tiszteletben részesítette, íme a torinóiak is. Tehát tömegek gyűltek össze a betegségének a hírére, a halál hírére, és hát természetesen hivatalos fényképek is készültek. Az egyik ilyen fénykép került a múzeumba, és ez a fénykép sok mindent mutat. Például azt is, hogy Kossuth Lajost jobbról és balról a ravatalon felesége és lánya képe.
búcsúztatta. Ez később is értelmet nyert, hiszen természetesen politikai végrendeletét keresték. Mégpedig olyanok keresték, akik ott voltak a halálánál, halálos ágyánál, az említett Károlyi Gábor és Eötvös Károly, akik a függetlenségpárt részéről hát nagyon nagy személyes barátságban is voltak vele, hiszen őket hívták oda a halál, a betegsége hírére már, hogy hát segítsenek ugye a temetés körül, illetve hát feladatuk volt, hogy keressék meg a végrendeletet. Végrendeletet nem találtak, sem politikai, sem magán végrendeletet, viszont azt mindenki tudta, hogy Kossuth Lajos feleségével és lányával együtt kíván temetkezni. Felesége is és lánya is már Olaszországban, illetve Itáliában haltak meg, hiszen a hányattatás évei azok két év törökországi hát tartózkodás után, itt megfigyelt állapotban volt. Kossuth Lajos utána Angliába érkeztek, az Egyesült Államokba mentek fél éves előadókürútra, és 10 évet Angliában töltöttek. És utána költöztek Itáliába. Ugye majd a nyelvem szakad meg, hogy nehogy Olaszországot mondjak, hiszen itt most hiszen az olasz egyesítésnek az időszaka van. Itt még Itáliáról beszéltünk. Itt még Itáliáról, és hát 1863-ban már Turinban találjuk Kossuth Lajost, de addigra az itáliai több helyszín között hát elveszítette lányát is és feleségét is, mind a ketten a genovai temetőben nyugodtak. Tehát aki kereste a végrendeletet, az erről tudott, és úgy is rendezték be ugye a ravatalt, és így is történt, hiszen a lányát, Vilmát és feleségét is, Meszlényi Terézt is hazahozták Kossuth Lajossal együtt, ugyanazzal a vonattal, a Kossuth temetése előtt egy nappal eltemették ugye a Kerepesi úti temetőben. Halálhír kapcsán, illetve már volt egy székesfehérvári vonatkozás, ugye hiszen, hogy említette Károly jelenlétét is, de az is érdekes, hogy mondjuk sajtó történeti érdekességekre is bukkantak, hogy hogyan is tálalták Kossuth halálhírét itt mondjuk Székesfehérváron. Az egyik érdekesség az, hogy milyen gyorsan megérkezett ez a hír, hiszen éjfél előtt kevéssel állt be a halál, 5-6 percen belül elindult a telegram Magyarországra, és még éjjel 1 óra, 1:30 környékén Fehérvárra is megérkezett. Azért ez a mai korban gyorsnak is... Gyorsnak számít. Igen, ez még gyorsnak és megbecsülendőnek számít. Túl azon természetesen, hogy egy 92 éves idős ember, beteg ember esetében nyilvánvalóan erre lehetett számítani. De ahogy megérkezett Fehérvárra a hír, a Szabadság nevezető lapnak másnap, azaz március 21-én 2 külön kiadása is megjelent. Ugye ez is egy csodálatra méltó dolog, persze csak 2 laposak voltak, tehát nem írták tele a lapot, nem teljes terjedelmében, de mégis a halál hírre vonatkozó első közlemények ugye már hajnalban, 21-én hajnalban az utcán voltak. Azért ez is egy megbecsülendő dolog. A másik sajtótörténeti érdekesség, ez a Fehér megyei naplóval kapcsolatos, amely éppen akkor, 1894-ben törekedett a kiadásra. Tehát készítettek egy mutatványszámot, a mutatványszám nyilván az engedélyezéshez kellett, illetve ahhoz, hogy gyűjtsenek előfizetőket. És 1894-ben ugye az egyházpolitikai harcok közepette nem feltétlenül Kossuth Lajos liberális eszméi voltak az irányadóak a Fehér megyei napló számára, tehát de mégse tudták elkerülni azt. Nem tehették azt. Meg talán. Igen, tehát nem, nyilvánvalóan emberileg sem tehették meg, hogy Kossuth Lajos halálhírével ne foglalkozzanak,
És ebben a mutatvány számban ugye foglalkoztak Kossuth Lajos halálhírével, de a nyomdász gondosan ráírta az erre a mutatvány számra kézzel, hogy ez nem is jelent meg ez a szám, hiszen ez csak az engedélyezéshez kellett, hanem majd április 94-ben, április 16-án jelenik meg az első évfolyam egyes szám. Tehát ez tényleg egy kuriózum, hogy hát Kossuth halál hírére nyilvánvalóan reagálni kell, még akkor is, hogyha az a szám tulajdonképpen nem is jelenik meg. Milyen érdekesség jelenik meg azon a fotón, amit ugye a felajánlásnak köszönhetően Székesfehérvár tulajdonába került? Igen, ez a fotó tehát nagyon érdekes olyan szempontból, hogy mutatja azt, hogy valóban itt a Kossuth Lajos végakaratának megfelelően, amit ugye csak szóban fejezett ki, lányával és feleségével együtt kíván nyugodni. Azért itt a feleségnél egy picit álljunk meg, hiszen Meszlényi Teréziáról van szó. Sokféleképpen emlékeznek egykorúak a feleségre, de minden esetre Kossuth minden egyes írásában, minden egyes mozdulatában nagyon nagy reverenciával és nagyon nagy szeretettel fordult a felesége felé. Meszlényi volt a kedvenc húgának, Kossuth Zsuzsának is a férje, tehát keresztbe szolgosságban álltak a Meszlényi famíliával. Meszlényi família pedig itt a környékünkön hát érdekes, nagyon sok tagja volt, és nagyon sokféle állásponton voltak, de akihez Kossuth Zsuzsanna ment feleségül, Meszlényi Rudolf, egy nagyon jelentős politikus személyiség volt a megyében, a Veres Tollasoknak a vezetője, ugye ezt ma is értjük, és tehát teljes összhang volt a sógorával politikai állásfoglalása tekintetében, és pontosan a reformkor egyik fontos kérdésében járt akkor is, egyes visszaemlékezések szerint a pozsonyi diétáról érkezett haza, kiizzadva, kihevülve. Más visszaemlékezések azt mondják, hogy a megyegyűlésen volt iszonyú nagy vita, és kiment hűtőzni a folyosóra, a megyeházára, és ott fázott meg. Tehát tény, hogy már 1848. januárjában megfázott, és rekord gyorsasággal néhány nap alatt meghalt. Itt a Fekete-Sas fogadóban tudták egyáltalán lefektetni, már nem is tudták Sárbogárdra hazavinni a fiatalembert, hiszen 31 néhány éves fiatalember volt. És meghalt. Természetesen Fehérváron temették is el, és gondolom úgy, ahogy ma szokás, hogy körülbelül egy évvel a halála, a temetése után állítottak sírkövet neki. Fehérvári hagyomány nagyon erősen azt tartja, hogy erre a sírkőre maga Kossuth Lajos fogalmazta a feliratot, a sírfeliratot. Nagyon könnyen meg lehet, hiszen Kossuth Lajosnak... Hát, hogyha szoros kapcsolatban voltak és nyilván. És ékes szólásban is, és írásrendszerben is neki nem volt nagy megerőltetés egy sírfeliratot elkészíteni, tehát ez könnyen lehetséges. És nyilvánvalóan, hogy a temetésekor esetleg a sírkő avatáskor, állításkor is itt volt. Van egy mesebeli vonatkozása is ennek, mesésnek és legendába illőnek tarthatjuk csupán. Lausmann Gyula hozza elő a várostörténeti írásai között azt, hogy bizony voltak olyan jelképes dolgok a 48-49-es szabadságharc vérbefolytása után, ugye? Tehát nem mindegy, hogy fogalmazunk azt, mondjuk, hogy megbukása után, ez nem igazságos, nem ugye? Volt, tehát, igen. Tehát a vérbefolytása után sok olyan dolog lett jelképes, amit nagyon jól értünk, tehát a Kossuth kalap, a Kossuth gyász, ugye, hogy gyászt viselünk a leverésnek az emlékére, és hát Fehérváron ehhez jött volna, írja Lausmann, egy olyan is, hogy Meszlényi Rudolf sírköve ugye ugyanúgy bánta, fájlalta a szabadság az leverését, és könnyezett. Tehát gondolhatunk erről ma bármit, az viszont biztos, hogy
ennek a, ez a hír maga, az nagyon jellemző a korra, nagyon jellemző Kossuth tiszteletére, nagyon jellemző a szabadságharc leverése miatti fájdalomra. Mondok egy másik példát is, a múzeumban van egy szekrény, amelyet, tehát a bút, egy bútor darab, amelyet 49 után feketére lemázoltak. Nagyon durván, nagyon hát gyorsan, és mint egy jelezve azt, hogy ez azért történik, mert mi gyászolunk. Tudjuk, hogy laborfaróza gyászruhában állt színpadra, pedig amiben színpadra állt, az éppen nem indokolta volna a gyászruhát. Persze ezt a konstábler urak mind tudták és figyelték. Tehát a legenda szép, és a legenda arra való, hogy megértsük belőle ezt a kort, esetleg ezt az attitűdöt, amit Lausmann Gyula örökített meg. Ugye a fehérvári vonatkozásokról szót ejtettünk, meg sajtótörténetről, és ha már itt a sajtótörténetet megemlítjük, akkor szintén van egy érdekes hirdetés, ami a Kossuth vonat érkezése kapcsán került elő, és hát gyakorlatilag ez is izgalmas lehet, akár ezért is érdemes a fehérváriaknak, vagy a megyében élőknek otthon átkutatni a leveles dobozkáikat, vagy a padláson őrzögetett régi fotókat. Igen. Tehát Fehérváron a vonatnak mindenképpen keresztül kellett menni. Hála Istennek gőzmozdonyok idejében itt vizet kellett venni, akár indult a vonat, akár érkezett a fővárosba. Tehát ezért aztán természetesen nagy gyász hát körülmények között várták a vonatot, nagyon sokan nem fértek be a peronra, természetesen Fehérvár küldöttsége, ugye ahogy elhatározták a gyász közgyűlésen március 24-én, úgy fehérvári zászlók alatt kivonultak a peronra. Nagyon érdekes, azt is tudjuk, hogy mit játszottak a zenekarok, ugye hivatalosan a Beethoven gyászindulót, de napokig próbált a négy fehérvári cigányzenekar, a Nesír Kossuth Lajost összepróbálták, és ott nyilván elő is adták. Tehát ennek minden mozdulatát megörökíti a helyi sajtó. Viszont az egyik nagyon pici kis hírben, a legutolsó nap, lap legutolsó kis sarkán az is ott van, hogy tegnap, azaz 30-án, amikor itt járt a vonat, akkor egy bizonyos fényképész engedelemmel fényképezett. Tehát nála lehet megvásárolni a fényképeket. Na most látjuk a pesti fogadtatáskor, hogy milyen fantasztikus készülettel állnak a kamerák készenlétben, egy épített platóról fényképezik ugye a vonat érkezését. Nyilván itt is így történt. Na de hol vannak ezek a képek? Hiszen nincsenek ilyen képek. Hiszen ilyen képeket nem ismerünk. Tehát valóban szerkesztő asszonynak teljesen igaza van, tessék megnézni a padlást, a pincét, a régi albumokat, és ennek a gyászvonatnak az érkezéséről a hivatalosan elkészített, tehát itt már múlt időben fogalmaz az újság, tehát elkészültek a képek. Meg lehet rendelni, meg lehet venni. Hát biztos, hogyha elkészültek, meg is vették az emberek. Nagyon szépen köszönöm, hogy erre sor kerített, mert hiszen ezeket keressük. Ez páros történeti szempontból nagyon jelentős dolog lenne. Túl azon, hogy érdekes jelenségként leírták a lapok azt is, hogy a hosszú út alatt, ugye Torinótól Fehérvárig például, minden megállókor, hát újabb és újabb koszorúkat akasztottak a gyászvonatra. A gyászvonatot 15 perccel előbb és 15 perccel később két vonat kísérte, tehát nem volt vágányzár, de bizony aznapra majd csak, hogy meg nem állt a forgalom ezen a pályán. A gyászvonaton ugye három koporsót hozták, és erre az előző vonatról itt szállt le Fehérváron az a Torinóból érkező gyászküldöttség, aki ott átvette a koporsókat. Tehát az országgyűlésnek volt egy küldöttsége már Torinóban. Azok itt szálltak le a vonatról, és innen aztán majd mentek tovább a követő vonattal. De leírják, hogy
Már nem volt hova rakni a koszorúkat, már csak a vonat oldalára rakták föl, viszont a közönség megrohanta a koszorúkat, és mindenki emléktárgyat, emlékdarabot, Hát valami kis emléket valami akart emléket magának akarta eltenni. A koszorúkról. Ugye ez is azt mutatja, hogy fantasztikus érdeklődés és óriási tisztelet követte ezt az eseményt, hiszen hát egy kis tölgyágacskát letör, vagy egy babirágacskát, hát ugye mi történik? Semmi sem történik, de ezek az emléktárgyak is megvannak például. Tehát nagyon érdekes, hogy hát elbújhat az a celeb, akit ilyen módon fogadnának, vagy ilyen módon tisztelnének, mint ahogy Kossuth Lajost a milliók, a gyászlobogók, a gyászfájtlak alatt például leírják azt, hogy fehérváriak, akik be tudtak menni ugye a polgármester vezetésével fehérvári zászló alatt a peronra, azok fehérvári színekből összeállított gyászkokárdát viseltek. Tehát nyilván középen voltak a fehérvári színek, és fátyolszerű kokárda feketéből. Azt is leírják, hogy a gyász közgyűlés alatt kitették a képet, ugye Karlovszky Bertalan képét, és gyászfátylat tettek rá. Tehát minden megvolt, és minden rendelkezésre állt 1894-ben is ahhoz, hogy mutassuk, tehát hogy a média megmutassa azt, amit érzünk, amit gondolunk erről a dologról, és hát kellő tisztelettel búcsúztassuk el Kossuth Lajost. Ha már a búcsonál tartunk, illetve a gyászkokárdánál, akkor eszembe jutott az, amit korábban említett, hogy még egy érdekesség van azon a fotón, amit ugye most a köz számára is elérhetővé, láthatóvá tett a tanárnő felajánlása. Igen. Tehát amit Kovács Erzsébet ajándékozott a múzeumnak, az egy fénykép és egy összeállítás azokból a lepréselt növényekből, amik a ravatalon Kossuth feje alatt voltak. Valóban látszik a fotón, hogy olyanféle növények voltak ott. Ezt rögzítették egy ilyen kis rajzlapszerűségre, és nyilvánvalóan árulták. Az, hogy kik készítették, erre egy árulkodó jel van, mert hiszen egy gyászkokárdát is oda tűztek, és ezt mi természetesen úgy hagytuk, ahogyan volt. A gyászkokárdán viszont a gombnak a három színe, az bizony olasz irányban áll, tehát függőlegesen áll. Tehát valószínűleg jó érzésű és jó üzleti érzékű olaszok készítették gyorsan ezeket az ajándéktárgyakat, amiket ott meg lehetett kapni. Tehát két nagy fényképészműhely árulta a képeit, egyiket megtaláljuk a Kossuth temetését ábrázoló hivatalos albumokban, másikat pedig most tudtuk megszerezni Kovács Erzsébettől, és egy érdekes emléktárgy, tehát néhány lepréselt növény szépen elrendezve, és egy gyászkokárda, és ráírva, hogy Kossuth Lajos ravataláról 1894 márciusában ez van ráírva. Tehát egy félelmetes arra gondolni, hogy ez mindez 125 évvel ezelőtt történt, és volt valaki, aki megvette, aki hazahozta, aki megőrizte, nyilván többen is, több generáció. És végül bekerül a múzeumba. Ezért biztatnék én mindenkit arra, hogyha erről a fehérvári gyász vonatfogadásról lenne kép, vagy hasonló emléktárgy, akkor aznak a múzeumban a helye. És még egy érdekesség, annyi izgalmas dolog hangzott el, egy Kossuth nótának az eredeti dallamra költött szöveget is megismertetett ezen az említett múlt heti közgyűlésen. Ez számomra egyébként nem volt korábban ismert, ez a Fehérvárról jött a levél Kossuth Lajos örömére. Ennek egyébként van valami története, anekdota, amihez kötődik? Nem csupán anekdota, hanem ennek írásos bizonyítékai vannak. 1849. április 14-én vagyunk, tehát Debrecenben megtörténik a Habsburg-ház trónfosztása, a függetlenség nyilatkozása.
nyilatkozat kiadása, és majd utána Kossuth kormányzóvá választása. Ugye ehhez mindenkinek hát volt viszonyulása, és természetesen, amikor Fejér megye és Fehérvár fölszabadult az éppen aktuális császári megszállás alól, akkor hát rögtön vélemény nyilvánított ebből. Május elején, 49-ben vagyunk, tehát két hét után körülbelül, történt ez meg. Május elején Fehérvár, majd május 21-én pedig a Fejér megye, hát hódolatát nyilvánította, ez a két szó mindegyik jegyzőkönyvben szerepel, hódolatát nyilvánította Kossuth Lajosnak, és mintegy az egyetértését mutatta ez ügyben. A megyei anyagban egy kinyomtatott lapot látunk, úgy is szoktuk hívni, hogy Fejér megye hűségnyilatkozata Kossuth kormányzóhoz, Fekete János fogalmazta. Itt szeretném rögtön mondani, hogy ebben a kis kiállításban, amiről most itt beszélünk is, hát hál' Istennek segített a kiállítás összeállításában a Magyar Nemzeti Levéltár, Fejér megyei levéltára, hiszen kölcsönadták ezeket néhány dokumentumot, ami erre a függetlenségi nyilatkozatot, önnek a üdvözlésére ezt a hűségnyilatkozatot, illetve még néhány tárgyat, ami az emigrációhoz kapcsolódott. Viszont Fehérvár is levelet küldött, tudjuk azt, hogy Zsömböri Ede vitte a fehérvári közgyűlés döntését, azzal indítják el, hogy nyilvánítsa ugye egyetértését Kossuth Lajosnak. Valószínű, hogy ez egy levél formájában mehetett, ugye erről nem tudunk, hogy valóban ez egy levél volt-e, de íme van két adatunk arra, hogy mind Fehérvár, mind Fejér megye valamit küldött Kossuth Lajosnak, mondjuk egy levelet, vagy kettőt. És ezért aztán büszkélkedhetünk azzal is, hogy a Kossuth nota számtalan variációja között egy van névvel nevezve, ez a variáció, hogy Fehérvárról jött a levél Kossuth Lajos örömére, a németnek forra vére, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Most hát olyan merész voltam, és olyan kedvező fogadtatásban részesültem, hogy el is énekeltük a közgyűlésnek a végén. Azt gondolom, hogy talán ez is azt mutatja, hogy miénk ez a történet. Még úgy is, hogy a nagyon nagy irodalommal rendelkező Kossuth nota egyik variánsában meg is jelenik Fehérvár. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és én azt gondolom, hogy mint egy élő történelem óra úgy érezhettük magunkat itt a stúdióban is, illetve hát a tévénézők otthon a saját foteljukban is egy nagyon izgalmas időszakba tekinthettek be önnek köszönhetően, hogy milyen volt Fehérvár annó. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghallgatást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva ismételten számítok önökre itt a Köztérben. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!